Az erdélyi művészeti életnek még mindig van valami saját tartása, még mindig meg tudta valamelyest őrizni egyrészt az értékeit, másrészt pedig azt a habitusát, azt a erkölcsi kérdésként funkcionáló értékőrzést, ami mindnyájunknak dolga. A magyar zeneszerzésnek nyugodtan lehet felsőbbrendűségi komplexusa az egész világgal szemben, mert ez a nem tudom, pár száz fős társaság, amit magyar zeneszerzésnek hívunk, ez nagyon magas színvonalon tudja a szakmát. Az ember, hogyha meg tudott szabadulni a pénznek, vagy a karrier késztetése nyomán kialakult frusztrációknak tól meg tud szabadulni, akkor élhet egy őszinte életet, figyelmeztet a szakmát arra, hogy túlmenően a kultúrpolitikai és oktatáspolitikai célokon az igazi métej az a szakmán belül van. Üdvözlöm Önöket, Selmeci György, a Bóta Café vendége. Nehéz elmondani, hogy mi minden, Kossuth Díjas, meg frissen lett a nemzet művésze, és karmester, és zeneszerző, és egyetemi tanár, és itt él, meg ott él, mert hogy Kolozsvárról származik, de közben Budapesten tanít, de közben a kolozsvári Magyar Opera művészeti vezetője, oda is szerez zenét, szóval katyvasz, és közben van még Kisoroszi, ahol szeret lenni, meg Boros Jenő, ahol él, meg stb. Stb. Egyébként azt mondtad te, hogy ugye mindig kérdezik tőled, hogy két laki életed van, és szerinted meg nem, mert te a magyar kultúra része vagy, és kész, és ahol a magyar kultúrát tisztességgel, komolysággal művelik, oda te tartozol. Valóban, ehhez ragaszkodom is továbbra is. Nagyon egyik nagy tanulsága az eddigi pályámnak, hogy abból, hogyha ezeket a partikularitásokat, ezeket a nagyon jellegzetes dolgokat hangsúlyozzuk akár a pestiségben, akár a kolozsváriságban, az erdélyiségben, vagy az anyaországi jellegzetességekben, annak mindig rossz a vége. Én ezt mindig egynek tekintettem, ugye a Kárpát-medencei magyarságnak a kultúráját, és hát tulajdonképpen valóban otthon érzem magam minden olyan helyen, ahol a magyar művészetnek van tere és megnyilvánulási lehetősége. Jó, de lehet ezt egynek tekinteni, amikor hosszú ideig ugye átjárni is nehéz volt, hát azon már túl vagyunk. Igen. De azért az nem következett be, amit akkor sokkal reméltünk, hogy akkor majd az erdélyi színészek jönnek egyfolytában ide játszani, és a mieink meg mennek oda, és akkor vegyül a kultúra, és szóval azért erről hát szó azért nincs, vannak nem? Bátortalan hát kezdeményezések. Olyanok vannak. Azért azt ne tagadjuk el. És hát persze nem következett be, mint ahogy nagyon sok minden. Ugye egy ennyire céltudatosan kialakított, hogy mondjam csak, negatív mentalitást megváltoztatni egyik napról a másikra illúzió. De várjál, azt gondolt, mi az a negatív mentalitás? Hát az, amit a kommunizmus kialakított, az 50 év. Amiben ugye minden kapcsolat üldözendő volt. Ugye, hát átéltünk egy évtizedet, hogy ha pesti vendég úgy jött, akkor el kellett titkolni. Ugye, és átéltünk 40 évet, úgyhogy a... De nem volt szabad nálatok lakja, nem? Emlékszem. Aztán emlékezzünk arra, vagy idézzük azt fel, hogy azért mindig volt tulajdonképpen az anyaország részéről mindig volt egyfajta ilyen vállon veregető a vidéki szegény rokonnak a pici enyhe lekezelése. Ezt én nagyon-nagyon látványosan végigéltem évtizedeken keresztül. Úgyhogy én azért látok javulást. Én egyébként is egy ilyen nagy folytonos reménykedő vagyok, és mindig
mindig minden kis eredménynek, kis részeredménynek tudok örülni, és hát mondjuk nálunk, hogy mondjam, heti vendég egy-egy jelentős magyar operaénekes a Kolozsvári Magyar Operában, állandó partnereink is vannak, csak példának mondom, Miklós Erika például tiszteletbeli tag, ugye a Kolozsvári Magyar Operában, de állandó vendégünk Kovács Házi, akkor a basszista Kovács István, állandó vendégünk egy csomó olyan nagy nevű magyarországi énekművész, aki hazajár, hogy úgy mondjam, Kolozsvárra, és hazajár a Pesti Operába, mondjuk Pataki Adorján a tenorista, vagy Sándor Csaba a baritonista, vagy most fog Elvirákat énekelni a Büszkeségünk, a Kele Brigitta nevű szoprán, ugye, aki már a Medben is megmutatkozott. Tehát látszanak azért, vannak részeredmények. Jó, de ugyanakkor meg, hát azért ez nem egyértelmű olyan értelemben, hogy ugye meg elég sok ilyen onnan származó magyar, meg most nem biztos, hogy hú, de jó funkciókat vállal itten. Itten a kultúrában, tehát sokan sziszennek föl, hogy na, ezt nem kéne. Én ezt nem tudom, és nem is tisztel ezt. Igyekszed távol tartani magadtól? Abszolút, igyekszem távol tartani magam, nem kommentálom ezeket a stallumokat. De megvan a véleményedet alaposan. Nyilván megvan a véleményem, de én nem kívánom ezeket kommentálni. Ezeknek a mögöttese olyan messze vezet, ahova én nem kívánom követni. De általában a művészeten kívüli szempontok mindig fárasztottak és irritáltak. Tehát művészettel kapcsolatosan, művészeten kívüli szempontokkal operálni egész egyszerűen etikai kérdésnek tekintem, és nem vagyok hajlandó ezekben részt venni. Ugye ez egy külön vélemény, de én ehhez nagyon ragaszkodom, és megpróbálom olybá venni a dolgokat, adottságnak tekinteni az éppen adott hierarchikus művészetpolitikát, az éppen adott művészetpolitikai viszonyrendszert, és ezért jól is érzem magam. Ez azt kell mondanom, tudod, ugye nem hagyom magam, nem vagyok alkalmas arra, hogy energiákat áldozzak, pláne az alkotói energiám bimból, energiákat áldozzak arra, hogy személyekről, vagy politikai, vagy kulturpolitikai szándékok felől gondolkodja, különösen akkor, hogyha még változtatni se tudnék, ha akarnék, se tudnék rajtuk. Úgyhogy ez így nekem rendben van, és én inkább azért aggódom, hogy ebben a, ugye az anyaország és Erdély közötti viszonyrendszerben természetesen ugyanolyan szabad a pálya a rossz minőségnek is, az értéktelenségnek, a gicsnek, az ócskaságnak. Ezért van az, hogy időnként végtelen aggodalommal figyelem azt, hogy hogyan lepik el, vagy rombolják a piacot, a kulturális piacot olyan emberek, akiknek az anyaország teljes joggal próbálja szűkíteni a mozgásterét, amelyért aztán elégtételt vesznek erdélyi kisvárosokban és falvakban. Ez mit jelent az elégtétel? Hát az, hogy oly mértékben tudják ott értékesíteni magukat, és azt a nagyon rossz minőséget vinni faluról falura, hogy az valóban aggodalommal tölt el. Az helyzet az, hogy az erdélyi művészeti életnek még mindig van valami saját tartása, még mindig meg tudta valamelyest őrizni a egyrészt az értékeit, másrészt pedig azt a habitusát, hogy mondjam, a már
erkölcsi kérdésként funkcionáló értékőrzést, ami mindnyájunknak dolga. Ugye, és a Gagyi az sokáig távol tartotta magát ezektől a helyektől. Ugye erre én mindig nagyon büszke voltam. És most már ott is látom az eróziót, ott is kezdem látni azt, hogy az a végtelenül tágkeblű kultúra szemlélet, ami általában jellemzi a magyarságot, ami egy kontraszelektív, mondjuk ki becsületesen egy kontraszelektív szemlélet. Ugye ez viszont valóban egyre inkább mossa el a határvonalat az értékes és az értéktelen, az igazán jó és a végtelenül rossz között. Tehát ezek a határvonalak, ezek az értékrendi kérdések, egyre gyengül, egyre marginalizálódik a kiállás, az érték melletti kiállásnak a kultúrája. Ugye egyre több a beletörődő ember, és egyre többen legyintenek, és állítják, hogy úgy sem lehet védekezni, és ez úgyis az a fajta nyomulás, ugye, aminek vele járója a cancel culture, és a woke, és a mindenféle szamárság. Ugye, csak abban lehet reménykedni, hogy... Akkor konkrétan mit értesz ez alatt? Tehát mit? A rossz minőségűget értem. Jó, hát most ez így egy ilyen általános fogalom, egy kicsit... Hát lebonthatom neked. Na. Például a mesterségbeli tudás hiánya, az ízlés hiánya, az ízlés normák folytonos váltakoztatása, hát rengeteg sajátságos jegye van a rossz minőségű művészet. Ugye? És ez egyre inkább teret nyer, egyre több az önjelölt, egyre többen követelnek részt maguknak a szcénából, és ezáltal egyre szűkül a mozgástere a valódi művészeknek és a valódi értékeknek. Ez nyilván világjelenség alapvetően, de hát ez a mi piacunk, ez a mi szcénánk, ez kisebb másokénál, és itt minden vesztesség és minden értéktelenedés az nagyobb áldozat. Hát pedig te igazán lehet azt mondani, hogy elefántcsont toronyba vonultál, sőt, ez ellen harcolsz is. Van is egy Négyek Társasága nevű csapat, zeneszerző csapatotok, akik azt mondják, hogy hát ugye abban nektek is bűnötök van, hogy a klasszikus zenét a fiatalok egy jó része nem kedvelte meg, hogy igenis olyan zenét kell írni, ami használható, és nem a jövőnek kell a zenét írni, hanem mának. Hát te írtál egyébként hát te 50 filmzenét, ami hát abszolút a mának, és rengeteg színházi zenét is. Igen, hát most nagyon leegyszerűsítve tálaltad ezt a dolgot, mert azért ez egy sokkal differenciáltabb. Bonyolítsd egy kicsit. Szívesen bonyolítom, mert ez nem ilyen egyszerű. Ilyen társaság egyébként nincs. Annak idején a nagyszerű Varga Bálint András használta először a 90-es évek elején ezt a kifejezést, hogy a négyek, ugye, mert mi voltunk azok, akik szóvá tettük az elszigetelődést, ami egy kortárs szerzőt jellemez. A négy Vajda János. Orbán György, Csemicki Miklós, meg én. Igen. És hát ez valóban egy kicsit egy ilyen elitista társaság, de mi azért négy külön, teljesen különálló zeneszerző vagyunk, és a zenénk is teljesen különbözik egyik a másikától. Ez egy ilyen publicisztikus szamárkodás, ez a négyek, de hát most már átment a köztudatba, ez ellen sem tudunk már védekezni, úgyhogy ez az egyik része. A másik része az, ami bekövetkezett tulajdonképpen a múlt század utolsó harmadán, ugye az a fajta égszakadás, földindulás, amikor ugye az egyszeri szerző
ugye szembesült azzal, hogy igazából egyre szűkül az a kör, amelyiket érdekli az, amit csinál. Tehát már nem csak a közönség utasítja el, ugye azt a fajta avantgárdot, neoavantgárdot, amit az akkori modernek képviseltek, hanem már az előadó is elutasítja. Ugye ez volt a leginkább figyelmeztetője, amelyik rávilágított arra, hogy menekül az előadó, nehogy az Istenért felkérjem egy darabom előadására. Hát de figyelj, hát és ha úgy érzi, hogy nincs vele sikere, mert hogyha a közönségnek pontosan, nem erről van szó. Akkor na, hogy nem akarja na most előadni. Ezzel természetesen ez egy nagyon messze vezető dolog, és hát egyszer, hogyha kedved van ezt a dolgot végigjárni velem, ugye majd egyszer fehér asztalnál végigmondom ugye ennek a zenetörténeti hátterét, meg mindent, ugye hát nem véletlen az, hogy ugye az múlt század utolsó harmadának a nagyjai tulajdonképpen mind kitűntek a képből. Az egész repertoár kitűnt a képből. Hogyha bemegyek az egyetemre, és azt kérem a tanítványoktól, hogy nevezzék meg a leghíresebb európai zeneszerzőt, akkor nem tudnak mondani semmit. Ugye, tehát egész egyszerűen egy olyan fajta, ugye ez is bizonyos értelemben egy nagyszabású előképe azoknak a bajoknak, amikkel manapság kínlódunk. Ugye attól a perctől kezdve, hogy mondjuk az Európai Unió, vagy hát az akkor még talán közös piac volt, amikor ugye elkezdett létrejönni a kortárs művészet támogatási politikája Európában. Ugye, ami hihetetlen mértékben, hogy megint ezt a szót használjam, kontraszelektív módon hatott az európai zeneszerzésre, általában az európai művészetekre. Hát mert egyszer csak lett benne pénz. Ugye egyszer csak elkezdték megfizetni azt, hogyha te úgy komponálsz, ahogy jónak tartanak. Ugye ez az igazi kontraszelekció. És akkor egy csomó ember akarva, nem akarva elkezdett felsorakozni amellett az alapvetően szervetlen, cseppet sem antropomorf, inkább a távollétet vagy a kívülállást szorgalmazó zenei viszonyrendszernek a pénzelése kezdődött el. De te azt elhatároztad, azt olvastam már egészen fiatalon, igen, hogy téged nem fog érdekelni kiemelten se a pénz, se a karrier. Így történt. Te mész a saját fejedbe. Így van, pontosan ez történt, és akkor ott valahol a 80-as évek közepetáján, 80-as évek vége felé, ott valóban hátat fordítottunk az avantgárdnak, és hát leginkább a neoavantgárdnak, és megpróbáltuk visszakeresni azt az elejtett zenetörténeti szállat, amit tulajdonképpen ugye a század első felében már elejtett Európa. Ugye, de az mi volt? Hát kapcsolódni a szervesen a zenetörténeti folyamatokhoz, ugye? Tehát nem a szakítás révén újat mondani, nem azt mondani, hogy mostantól kezdve tabula rasa, ugye, hanem tudomásul venni, hogy felépült egy csodálatos egyetemes művészet, amelynek szeretnék része lenni. De ugye? Hát te vezényelsz operettet, ezt nem tudom, hogy szerezni, talán nem szereztél, de vezényelni vezényelsz, zenés osztályt vezetsz, ahol hát nem olyan régen velük csináltatok egy operett maratont az Eiffel műhelyházban. Tehát abszolút pop, meg hát ha filmzenét, és tényleg 50-et csináltál, bár most azt hiszem már nem csinálod valami miatt, azt majd mondd meg, hogy miért nem. Hát annak is szükségszerűen muszáj populárisnak lenni, mert persze, pontosan. Hogyha csak kitaszítja a nézőt a moziból, az nem lesz jó. Így van. Hát ezért is változott, ugye fellépett egyfajta skizofrénia. Ugye a 80-as évekre, ugye
ami azt jelenti, hogy két zeneszerző lakozott bennem. Ugye az egyik írta a filmzenéket, és a sikeres filmzenéket, színpadi zenéket, ugye szolgálta az egzisztenciámat, a másik pedig készült az asztalfióknak és a vélelmezett utókornak, ugye, és ezt fel kellett számolni, ez nem volt tartható, ez az egész dolog, ugye? És ebből is fakadt az, hogy én leszámoltam a korábbi avantgárd múltammal, ugye hát egészen elképesztő zenedarabokat írtam én fiatalon, 20-as éveimben. Írtam, hát mivel szórakoztassalak? Írtam zenedarabot gyermekjátékokra, lendkerekes autókra, meg csilingelő babákra, és hasonló hangot adó gyermekjátékokra például. Vagy írtam elhangolt vonós négyesre darabot, ugye minden hangszert, mind a négy húrját elhangoltam, és az adott ki egy újfajta izét. Tehát ezek nagyon érdekes játékok voltak, de megcsömörlöttem tőle, úgy, ahogy a világ is megcsömörlött, ugye a zeneművészet korifeusainak a működésétől a múlt század végére, ugye, és hát ráadásul, még egyszer mondom, életbe lépett ez a fajta egyik oldalról, ugye ez a kontraszelekció, a pénz általi kontraszelekció, a másik oldalról pedig az önjelöltségnek a felhabzása. Ugye, tehát egész egyszerűen mindenki lehetett zeneszerző, tehát nem kellett képzettnek lenni. Ugye, tehát az én fiatalkoromban elképzelhetetlen volt, hogy valaki kinevezi egyik napról a másikra magát zeneszerzőnek. Na jó, de hát ez más területen is, hát már mindenki hát újságíró, persze, ami ott a Facebookban, mindenki fotós, ami ott a mobilon ezek nem elszigetelt zenei jelenségek, így van. És erre mondjuk azt, hogy de én ehhez nem feltétlenül kell asszisztáljak, tehát én kedvemre és legjobb tudásom és legjobb mesterségbeli tudásom szellemében írok olyan zenedarabokat, amelyek általában itt kopogom le a Búta Café asztalán, hogy hála Istennek tetszenek a közönségnek, és az előadók örömmel játsszák őket, és én pedig pontosan azt érzem, hogy nézd, engem soha nem foglalkoztatott, vagy soha nem bántott az, hogyha bárki fejemre olvasta azt, hogy ez vagy az a frázis nagyon Bartókos, vagy ez nagyon Sosztakovicsra hajaz, vagy ez Stravinszkira. Ellenkezőleg megtisztelve éreztem mindig magam, ugye egyáltalán nem vonzott az újat alkotásnak a presztízse, amelyik egyébként is folyamatosan erodálódott ez a presztízs, nagyon, nagyon látványosan. Tehát azt tudom csak erre mondani, hogy az ember, hogyha végső soron meg tud szabadulni, vagy meg tudott szabadulni a pénznek, vagy a karrier késztetése nyomán kialakult, hogy mondjam, frusztrációknak tól meg tud szabadulni, akkor élhet egy őszinte életet, és élhet egy, és hozhat létre az őszintesség jegyében olyan kompozíciókat, amelyekből most már hál' Istennek azért csak felépült valahogy egy olyan típusú életmű, ami forgalomban van, amit szeretnek játszani az emberek, amit nem utasít el a közönség. Szóval miért nem is filmzenét? Én valóban, én direkt azt szakítottam a filmmel is, színházzal is. Minden, színházzal is? Igen, minden. Mert mi? Minden alkalmazott. Hát te operazenét írsz azért. Na jó, hát az más. Alkalmazott zenékkel szakítottam, azt
úgy éreztem, hogy szükségem van. Néha persze elcsábulok, meg például most a Gotthárd gyönyörű legújabb filmjének azért csak elvállaltam a zenéjét. Meg, mert tiéd volt a Megáll az idő zenéje, és ami igen, ugye már abszolút klasszikus. Igen. De tehát nyilván van, túl sokan vannak a baráti körömben, akik azért rábírnak venni, hogy most, de csak most az egyszer még ezt írja meg, úgyhogy ebből még mindig sok van, de igazából ez egy tudatos döntés volt, hogy őrizzem az invenciómat arra, hogy valódi érvényes kompozíciók szülessenek, amelyekkel ugye, hát ezek elsősorban ugye ez a 7 opera, amit írtam, és amit hál' Istennek mindegyiket bemutatták, és mindegyik sikeres volt a maga... De érdekel például az egyházi zene is. Hát az egyházi zene az nagyon érdekel. Az egyházi zene azért is ér túl azon, hogy természetesen formanyelvi okokból, és szakmai okokból, és művészeti okokból érdekel, meg hát természetesen hitbéli okokból is, de másrészt szociológiai okokból. És bocsánat, Isten hívő vagy? Én nagyon, igen. És, az a nagyon, az mit jelent? Náragudj. Hát az, hogy templomjáró istenhívő vagy. De a dolognak a lényege mégiscsak jelen esetben egy szociológiai gondolat, ugye, ami tulajdonképpen abból a felismerésből fakad, hogyha így folytatódnak a dolgok, akkor tulajdonképpen a templom marad az egyetlen hely, ahol az egyszeri magyar ember értékes zenéhez tudna jutni. Ha ránézünk a tájképre, ugye akkor azt látjuk, hogy a világhírű magyar zeneoktatást szép fokozatosan tönkretettük, effektíve tönkretettük. A tük az mit? Hát alapvetően persze a kulturális igazgatás mindig, ugye szegény drága Kocsi Zoli ezt nagyon látványosan és nagyon érzékletesen kifejtette annak idején. Tehát mindenki kicsit bűnösnek érezheti magát, hát persze alapvetően a rendszerváltást követő évtizedeknek a végtelenül gazdaságkori átalakulása és a gátlástalansága, ugye, és a humaniórák megtagadása, és általában a humánszférának a háttérbe szorítása. Ennek részeként ugye folyamatosan leépítettük az általános zeneoktatást. Az egyre inkább enklávéba szoruló értékes zenélést, azt üzleti alapokra helyeztük. Ezáltal ma az egyszeri magyar ember, ha van még két gyereke is, egész egyszerűen nem tud elmenni koncertre, mert képtelen megfizetni a jegyárat, az pláne operáról már nem is beszélek, hát gondold el. Hát már 40 ezer forintnál is tartanak az ára. Ezért mondom. Hát az ugye, két gyerekkel. Tehát mi marad? 160 ezer forint, ha négyen mennek. Tehát, hogyha szerencsénk van, és véletlenül útba esik, ad neki érzelmileg, szellemileg, földrajzilag a templom, akkor ott még van egy kicsi esély arra, hogy értékes zenét hall. De arról hall. Is azt mondod, hogy sok értékes egyházi zene van, de azokat se játsszák végül is a templomokban. Persze, ezért tehát vágtam. De kortárs egyházi zenék is vannak. Hogyne, nagyszerű kortárs egyházi zenék, és a magyar zeneszerzés világra szólóan nagyszerű. Tehát az világra szólóan. Hát a magyar zeneszerzésnek nyugodtan lehet felsőbbrendűségi komplexusa az egész világgal szemben, mert ez a nem tudom, pár száz fős társaság, amit magyar zeneszerzésnek hívunk, ez nagyon magas színvonalon tudja a szakmát. Most az lenne a házi feladat, ugye, hogy egyrészt a klérussal megértetni azt, hogy egyrészt nagyon nagy jelentősége van a tradíciónak, de az értékes tradíciónak van jelentősége, és az értéktelent
ettől szép lassan érdemes volna megszabadulni. De ki mondja meg, hogy mi az értékes, és mi az értékes? Hát ennek azért vannak mérési lehetőségei, meg evidenciái, meg egy csomó minden, tehát az nem nehéz megmondani igazából aznak, aki ért hozzá. Kérdezem, én kritikusként, hogy csak csinálok. Így van, pontosan. A másik részről viszont a szakmával kellene megértetni, hogy megvalósítható. Tehát nem koncertre kell írni az egyházi zenét, hanem a templomoknak kell írni az egyházi zenét. A szerzők egy nagyon nagy része eleve nem számol arra, hogy ezeknek esetleg lehetne liturgikus felhasználása, vagy lehetne, vagy jó lenne, hogyha az illető templomi kórus el tudná énekelni, és nem írok nekik olyan nyaktörő és technikailag megvalósíthatatlan dolgokat, amiket egy templomi kórus nem tud megvalósítani. Tehát a szakmával is a szakmát is rá kell venni egyfajta közelítésre, és a klérust is rá kell venni valamiféle közelítésre és további nyitottságra. Ugye? Ez volna a cél, és minthogy bennem továbbra is egy ilyen lelkes kamasz lakozik, ugye ezért én boldogan próbálom ezt a dolgot szolgálni, én magam is jó példával igyekszem elöljárni, írtam én a saját falum templomi kórusának is már Mészáblévi. Pilisboros Jenő. Ja, úgy, hogy azt tetszett saját falut. Igen. Tehát ott lakik, ott a nagy család lakik, nem? Tehát unokák is, nagy családdal vagyunk ott, rokossá. És egy csodás a hely, és kedves a templom, kiváló a plébános, és ott megírtam nekik egy Missa Breviszt, az bemutatták, hát népünnepé volt. Hát gondold el, hogy azon túlmenően, hogy írsz egy szépet Isten dicsőségére, azon túlmenően szolgálod azt a gyülekezetet, akik boldogak és büszkék, hogy van nekik egy szerzőjük, aki nekik ír. Akkor szolgálod az egész falut, akik szintén büszkék arra, hogy van egy nekik írott, nekik ajánlott zenemű. Tehát nem marháskodjunk, csak ezt tudom mondani. Vegyük észre azt a lehetőséget, ami kínálkozik. És hogyha már ez a helyzet, hogy a rombolás most már ilyen szintű, ugye legalábbis az átlag embernek az esélyeit illetően, akkor próbáljuk legalább azt a maradék kicsi esélyt őrizgetni, amit például a templomok kínálnak. És a diákjaidat mire próbálod rávenni? Ugye Novák Eszterrel szoktál osztályokat indítani, most már meglehetősen régóta. Így van. Hát ez ugye 28 éve csináljuk ezt a dolgot, ez is egy borzasztóan lelkesítő hivatás számomra, mert ugye most, mikor a nemzetművésze kitüntetést megkaptam, ott is azt mondtam, hogy az igazi cél most már a hátralévő időben az, hogy megőrizzük azt a képességünket, hogy tanulunk a fiataloktól, tanulunk a tanítványainktól, és én ezt nagyon mindig szem előtt tartottam. De neked nem zeneszerző, hanem színész tanítványai vannak. Nekem zenés színész tanítványaim vannak, igen, akit a zenekultúrára és a színpadi zenélésnek a fortéjaira tanítok most már jó régen, mellesleg a főiskolán ugye 44 éve tanítok a Színművészeti Egyetemen, hogy csak a megrémítésedre mondom. 1979-ben lettem a Petrovics Emil tanársegéde, és attól kezdve el tudod képzelni. Na, visszatérve a zenés színészetre, ugye itt sikerült az Eszterrel együtt egy kicsiszolni ez alatt a 28 év alatt egy olyan világra szóló módszert, amit tehát ilyen kicsit modorosan olyan all-round színészetnek nevezünk, ugye, ami egyébként világszerte ma már ez a színészképzésnek a lényege. Tehát, hogy mindent tud. Jól táncol, jól mozog, zenél is két hangszeren lehet. Pontosan erről van szó, ez volt a nagy cél,
Ugye hát most ugyan egyre másra kritika éri ezt a mi szemléletünket, mert ugye az operett játszás, vagy az operett színház, ugye operett musical színészeket kíván képezni, ami hát önmagában a mi számunkra egy butuska dolog, ugye, mert az egy operett színészt, mint olyat, ugye specializált operett színészt persze lehet képezni a Zeneakadémia és más hangképzők segítségével, és mi képezünk is valóban operett színházat. Mondjuk a kritika olyan oldalról jött, ahol éppen két növendékem az a társulat illusztris tagja, ugye, de hát ez nagyon érdekes. Régebben is volt, hát már a Kerényi Miklós hát Gábor persze, idejében. Persze. Már ő is balhézott. Igen. Számára használható ember. Hát most éppen ott van számára a két használható sztár, úgyhogy ezek mindig egy kicsit abból a furcsa sértettségből fakadnak, amik olyanok származnak, akik eddig nem kaptak lehetőséget, hogy ott oktassanak. De mindegy, a lényeg ez a módszer, amire nagyon büszkék vagyunk, és amit nagyon, nagyon szeretnénk most már erre nézni. De ennek mi a lényege? Ez az egyensúlyban egymást felhúzó disziplinák harmonikus fejlesztése, a készségek harmonikus fejlesztése, és hát ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy minden növendékünk a pályán van, elbírod képzelni, hogy ez mindenki a pályán van, és ezek között ma ugye vezető színészek vannak, ugye a Polgár Csabától a Töröcsik Franciskáig, és sorolhatom a neveket, akik mind a mi növendékeink voltak. De ez egy nagyon fontos dolog, mert most függetlenül a viszonyoktól, ugye, hogyha ezt végre formába tudnánk önteni az Eszterrel, akkor maradna egy olyan kézikönyv utánunk, amit sokáig a lehet viszonyokat majd használni. Itt is próbáltad kikapcsolni, ugye? Hát azért sokan eljöttek a színművészetiről, 15 ezeren tüntettek az ellen, ami aztán mégiscsak megtörtént. Azért az Eszter is mondott egy-két dolgot, tehát igen, lehet igen. Azért sejteni, hogy hú, de nagyon ezzel nem ért egyet. Te itt is tulajdonképpen néma maradtál, és próbáltad ezt kikapcsolni. Nem maradtam teljesen néma. Én annak idején én is megírtam az álláspontomat, és nyilvánosságra került. És az mi volt? Az álláspontom az volt, hogy ezek a módszer, amivel ezt a változást végrehajtották, az elfogadhatatlan, ezt továbbra is fenntartom. A másik pedig, hogy és figyelmeztettem a szakmát arra, hogy túlmenően a kulturpolitikai és oktatáspolitikai célokon az igazi métej az a szakmán belül van. És az a rettenetesen sok ellentmondás és rettenetesen sok kontroverzió, ami terheli a magyar színészetet, amiben szekértáborok vannak, amikben nagyon nehéz egyetértésre jutni, egyáltalán a kommunikációig eljutni, de tehát én továbbra is, és minden ilyen válságjelenségből szeretjük kihagyni a szakma felelősségét, ugye inkább erre figyelmeztetnék, holott a szakmának is természetesen óriási felelőssége van. Azt mondod, hogy szereted a derűs arcodat mutatni, igen. Mert hogy mindenki jól jár munkaközben és diákokkal is, hogyha hát ezt mutatod. Milyen a másik arcod, amit nem szeretsz mutatni, és ezért nyilván viszonylag kevesen ismerik. Hát, nézd, hát ugye írsz feldúlt zenéket, tehát a lelkedben tutira benne van az, hogy most éppen baromi diszharmonikus vagy. Igen, hát a diszharmónia az először is mindig legalábbis a többségében önreflexív.
Tehát, ha... Hogy magaddal van bajod? Igen, igen. És mi akkor bajod van magaddal? Magammal van bajom, ugye? Mi bajod van magaddal? Hát rossz helyzetfelismerés, vannak, nekem is vannak tehetségtelen korszakaim, vannak nem eléggé átgondolt lépések, tehát mit mondasz mondjuk mit, egy? Mit, mondasz egy ilyen nem azt várod, hogy itt... Hát egyet, na. Nem, hát... Így mutiba. Például aggaszt a saját munkamániám. Ugye picit túl sokat termelek, kicsit túl sok helyszínen vagyok jelen, picit túl átmenő a... És azt érzed, hogy ez már olykor felszínesség eljárt? Igen, azt érzem, hogy hát legalábbis vezet a felszínesség felé, és időnként borzasztóan bánt, amikor nemet mondok valamire, amit pedig erkölcsi kötelességem lenne megvalósítani, és ugyanakkor nem tudok nemet mondani sok butaságra és sok szamárságra. Tehát például az egyik legnagyobb, hogy mondjam, csak ilyen legzavaróbb tényező az életemben ez a nemet mondani, nem tudás. Tudod? Úgyhogy ez nagyon sokszor okozott már bajt az életemben is. És hát azt hiszem, hogy jobban kéne koncentráljak arra, hogy most már csak nagyon kiérlelt dolgok, és nagyon, hogy mondjam, kettőt kellene hátralépni. Például ez foglalkoztat. Ugye, és hogy mi ennek a módja, és hogy nem lesz belőle árulás. Ugye, hogyan kell kettőt visszalépni, mondjuk pont egy olyan esetben, ahol egy hozzám közel állót hozok nehéz helyzetbe a hátralépésemmel. Tehát el lehet játszadozni ezzel az egész gondolatmenettel. De hát persze a derű azért borzasztóan lényeges, mert az egész pályában az egyik legfontosabb motivum az alkotó munkában a játék volt. Tehát azt gondolom, vagy azt gondoltam az egész pályán, hogy ha a játékosság kivész, és a létezés humortalan, az sivársághoz vezet, és lelki és szellemi sivársághoz vezet, és ezért, hogy mondjam, nem csak mutatom a derűs arcomat, hanem derűs vagyok. Uh-huh. Úgyhogy, és amikor nem, az milyen? És amikor nem vagyok derűs, akkor mert ugyanakkor meg lázadozó is vagyok, ugye, hát rengeteg de minden. De mi ellen? Hát sok minden ellen. Most például oktató munkám matért ócska provinciális támadás ellen, aztán mit tudom én, lázadozom a különböző, leginkább ugye az értékvesztés ügyében a legtöbb lázadás abban ér, lázadozó az ellen, hogy egy rossz, ócska, lábszagú hakni brigád elárasszon egy jó indulatú kisvárost, lázadozom az ellen, hogy komolyan veszik némely pályatársaim, komolyan veszik a felszólítást, hogy ereszkedjünk le a közönséghez. Ez az egyik legaljasabb dolog, amit művészembernek tanácsolni lehet, de a marketing és a piac elkezdte ezt tanácsolni. Ugye, hogy ahelyett, hogy a műalkotás szintjére emelnénk a közönséget, mi készülünk letolni a gatyánkat, és a lehető legmélyebbre aljasodni azért, hogy kvázi valamiféle elképzelt szervilizmus mentén kiszolgáljuk. Téged ez soha nem kísértett? Soha. Ezt mindig kikértem magamnak. Mindig azt gondoltam, hogy, hogy,
olyan gesztust kell tenni művészileg, ami felemel, ami a szép felé vezet, a jó felé, ugye azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy vége, az európai ember elvesztette a grandőr iránti érzékenységét, ugye, és ez vége, ez a végállapot. Ugye, meg egyáltalán ez az értékvesztés az európai gondolatnak a térvesztése, az rettenetesen sok lázadást vált ki belőlem. Konkrét helyeken, végtelenül mérgesen rátámadok arra, aki szorgalmazza azt, hogy hagyjunk fel ezzel vagy azzal, tehát mondjunk le erről vagy arról. Úgyhogy van nem derűs arcom is, csak azt gondolom, hogy mondom, ez a remény nélkül amúgy sem nagyon lehet, ugye? Tehát az ember, hogyha a lelki egészségét, a lelki higiénéjét komolyan veszi, akkor maradnak esélyei és maradnak reményei. Azt hogy sikerült túlélned, hogy meghalt a lányod? Aki hát egy ismert ember volt, ugye a Duna TV-ben volt szerkesztő, műsorvezető. Nézd, erről nem tudok beszélni, és nem is akarok beszélni. Természetesen minden megváltozott, az egész életem megváltozott, és hát ugye ezt úgy kiheverni úgy sem lehet, tehát még amennyit lehet, addig a hangjegyekbe menekülök, megpróbálok egy felelős életet. Te lett ebből a fájdalomból zenemű? Tehát bele tudtad írni? Hát persze, nyilván zenemű is lett, meg lett egy állapot, ami mindig őrzi ezt a gyászt, úgyhogy... Az mi az az állapot? Egy általános lelki állapot, amelyik sosem téveszti szem elől ezt a veszteséget. Mind dolgozol most? Hát remek dolgok vannak, remek feladatok várnak rám, úgyhogy hát most ugye nem olyan régen befejeztem ezt a, most már fél éve befejeztem ezt az új operát, amit majd az Operaház fog majd bemutatni. Ez 25-ben. Mi? Ez egy ilyen apokrif evangéliumi tárgyú dolog, amit megírtam, a fiam írja a librettóimnak egy részét. Akkor ez egy egész zenés dinasztia, mert ugye belegondolok, hát neked a papád is, hogyne, ugye muzsikus volt. Véletlen a Kolozsvári Opera hoz is volt köze, pontosan, ugye? Pontosan így. Ott volt karmester, úgyhogy ez tulajdonképpen öröklődött. Én csecsemőként is oda jártam operába. Vittek csecsemőként be? Persze, így. És bevittek a nézőtérre csecsemőként? Be, ott. És nem sírtál? Hát nem volt pesztra. A kóristák vigyáztak rám. Ja, de akkor nem a nézőtéren voltál. De volt, a nézőtéren is volt. Sokszor voltam ott, babakocsiban, próba alatt várakoztam a páholyban. És hallgattam a zenét, hallgattam a János Vitézt, apám, nem tudom, hogy több tucatszor vezényelte. És hát azon kívül most, ami a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívügyem, hogy valahogy összekalapáljak valami támogatást, hogy megcsinálhassam újra az egyházzenei biennálét Kolozsváron. Ugye a Kolozsvár az a vallási türelemnek a történelmileg is az emblematikus középpontja, a világ középpontja ilyen vallási türelem szempontjából. És de az mit jelent, hogy mindent ott, mindent hát megtűrtek? Ott hirdettek először Európában, a kontinensen ott hirdettek először vallási türelmet. Tessék a történelemkönyvben megnézni. A Tordai Országgyűlés tulajdonképpen, de az végeredményben Kolozsvár volt, ugye, a 17. század eleje. És csodálatos templomai vannak, különböző felekezetű templomok, ugye, és ebben az egészben, 11 templomban tartottuk a tavaly előttit, ugye, ami hát egészen bravúrosra sikerült, hát nem tudom, nyilván ismered a Szent Mihály templomot a főtéren, ugye. Persze. Ezer ember ült a nyitókoncerten. De Kolozsvár amúgy is
egy jó hely lett. Minden szempontból. Tehát, hogy egy ilyen jó többnyelvű egyetemi város, sok kávéházzal, étteremmel. Egy csodálatos város, teraszokkal. És minden szempontból egy nagyon-nagyon európai város, és az a fajta város, amelyik Rabulejt. Hát nézem a vendégeinket, a sok-sok vendégünket, akik jönnek az operához vendégszerepelni. Aki egyszer betette a lábát, az azonnal, amilyen hamar csak lehet, másodszor is szeretné, és harmadszor is, és sokadszor is, úgyhogy rabulejti az embert, és hát nekem nagy támaszpont, mert ott van egy olyan befogadó, szellemi befogadó képessége annak a városnak, a maradék magyarságának is, a nagy diák közösségnek is, és tulajdonképpen az új generációs román értelmiségnek is szintén. Úgyhogy ez egy nagy öröm. Ez. Hát a Magyar Színház is feliratoz mindig románul, meg ez általában angolul is. Tehát, hogy több nyelvű közönségül ott benne. Így van, pontosan. Na, szóval hát ez a dolog lényege, hogy ebben próbálom most egy picit újra definiálni a dolgaimat, most már ugye kimegy az utolsó osztályom, 5. éves most már az egyetemen. Az azt jelenti, hogy többet nem válasz? Nem, hát nem is tehetném, mert már túl koros vagyok hozzá. Úgyhogy hát professzor emeritusként ott felkínálom a szolgálataimat annak, akit érdekel, tehát, de ilyen értelemben, hogy kvázi apukája legyek egy ilyen fiatalok közösségének. Azt te ilyen apukatípus vagy? Tehát ez az évfélkor is fel lehet hívni minden problémával? A műfaj ilyen. A műfaj. Azt hiszem, azért... Mármint olyan tanár műfaj. Igen, a tanár műfaj, és főleg az osztályfőnök műfaj. Ugye, tehát az olyan. Az Eszter volt mindenki anyukája, és én voltam mindenki apukája, mert hiszen ezek a fiatalok kiszakadnak bizonyos értelemben a családjukból, mert ugye ez egy nagyon kegyetlen képzés. Ugye ez egy éjjel-nappali munka, és hát ebben az értelemben nagyon nagy felelősség is. Az embernek nagyon nagy, igazi, megindokolt, hiteles és valódi szeretettel kell a gyerekek felé fordulni, vagy a fiatalok felé fordulni ahhoz, hogy ez a dolog jól működjön. Úgyhogy ez számomra az utóbbi 25-30 évben rettenetesen fontos volt, és ezért is van az, hogy ez a módszer, amiről beszéltem, ugye ez a képzési módszer, ez szép fokozatosan alakult ki, és azért mondom, hogy folyamatosan tanultuk a gyerekeket, tanultunk a gyerekektől, tanultunk az ő reakcióikból, abból az egyszerre ragyogó kortársi létezésből, ami őket jellemzi, amiben gyakorlatilag behatol az értékrend, behatol az európai kultúrának ez a csodálatos méteje, vagy ez a csodálatos fertőzése, és egy életre az övéké válik, ahogy magukévá teszik ugye ezeket az értékeket. Milyen, ugye azt elmondtad, hogy apuka vagy, igen? Milyen nagypapa vagy, mennyi van egyébként unokában? Négy unokám van. Négy, az már szép. Négy unokám van, igen, és hát persze ők is nagyon fontosak az életemben. Kapnak zenei képzést rendesen? Kapnak zenei képzést. Meg se úszhatják. Azt nem úszhatják meg, mert ha egyikből se lesz muzsikus, akkor is kell tudni bizonyos dolgokat. De az miből áll, amikor te unokákat kiképzed? Én nem képzem. Én hagyom, hogy szakemberek képezzék ki, és aztán én legfeljebb számon kérek. De hát tüneményes unokáim vannak, és hát a fiam a legfontosabb támaszom minden tekintetben, a nagyfiam. Egy kicsi is van, de a nagyfiam, aki egy csodálatos kiadót alapított, ő vezeti, ő egyben nekem is a kiadóm, de hát más pályatársamnak is, Kotta kiadója, lemez kiadója,
ragyogóan csinálja, hogy mondjam csak, ő az, aki engem fegyelmezni tud. Miben kell? Hát sok mindenben na, kell szólni, hogy most inkább ne így, hanem úgy, hogy ezen figyelmeztetni kell határidőkre, figyelmeztetni kell sok mindenre, és zseniálisan tartja kezében ezt a most már egy kis üzemmé alakult művészeti vállalkozást, úgyhogy semmit nem lépek nélküle, anélkül, hogy meg ne kérdezném. Tehát most is, mihogy ide eljöttem, tájékoztattam, hogy ide jövök interjút adni neked. Ajaj. És mit szólt? Azt mondta, hogy rajta. És van még egy kis oroszi társaságod. Hát aztán a kis oroszi az már egy ilyen, a tekintetes udvar. Ennek az a története, hogy mi négyen annak idején már korábban is jó barátságban voltunk. Hát a négyek, akik hogy nem Orbán, négyek. Igen, hát Orbánnal már Erdélyből, a Vajda, meg Csemiszki, ők meg pestiek. Uh-huh. Ugye, és aztán kialakult egy ilyen barátság, és még az Átkosban, amikor még volt művészeti alap, és a művészeti alapnak voltak úgynevezett alkotóházai, tehát akkor ott lehetett kérni ilyen alkotói heteket, egyet, kettőt, hárman, és akkor mi mindig összekértük magunkat, hogy így mondjam, hogy együtt legyünk négyen. Ugye hát a Kodály-féle gajatetői alkotóházban ott csak négy szoba van, tehát ott eleve mi foglaltuk el időnként egy-egy télen, egy hétre, két hétre, és kialakult egy nagyon erős szakmai barátság. Tehát alig vártuk, hogy megmutathassuk a másik háromnak, amit komponáltunk. És ez egy hallatlanul célra vezető, és hogy mondjam, óriási jótétemény volt, ami megadatott, hogy mindig a másik háromnak a kontrolljával is szembesülni kellett, és iszonyatosan sokat tanultunk egymástól, iszonyatosan sok minden olyan kritikai gondolkodásmódot alakítottunk ki, amivel hasznosan tudtunk hozzájárulni a másiknak a munkájához, és megtanultunk belátni dolgokat, megtanultuk azt, hogy igen, ez igaza van a másiknak, ezt nem így kell leírni, hanem úgy, és így tovább. Tehát kialakult egy ilyen barács, akkor jött a rendszerváltozás, és akkor ezek ugye elmentek a levesbe, ugye ezek az alkotóházak többségükben, és onnan kezdve már nem lehetett ilyen módon ezeket az alkotó együttléteket. És akkor véletlenül éppen adódott egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen nagyon nagy házat, egy ilyen nagy elterülő, nagy kisoroszi Dunára merőleges házat, ahol négy lakást ki lehetett alakítani, négy kicsi lakást ki lehetett alakítani, és akkor azt mind négyen összeadtuk, és a gyerekeink nevére iratva ugye megvásároltuk, és így alakult ki egy-egy kis lakás, és akkor ott még tudtuk ezt az életet valameddig folytatni. Hát persze elérkezik az a kor a szerző életében, amikor már inkább bizalmasan kezeli az alkotó munkáját, és már nem osztja meg szívesen azokat a kínlódásokat, és azokat a kételyeket, és azokat a szorongásokat, amik az alkotó munkával együtt járnak. De azért te most alapvetően jól vagy, nem? Igen, én jól vagyok, ezt képviselem. Köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Selmeci György volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra.